Tavaly május 11-én kezdődtek el a felújítási munkálatok a ligetsoron. A kicsivel több mint egy év alatt teljesen megújult a ligetsor burkolata, bicikliút is épült, új parkolók létesültek, és egy körforgó is épült. Erről lesz szó a mai esti mérlegben. Néhány éve még így nézett ki a régi Vidán Park területe. Gazdors, szemetes, barátságtalan környék volt hosszú ideig. A ligetsort nem véletlenül becézték tengelytörőnek, hiszen tele volt mély kátyúkkal, és az aszfalt minősége is nagyon leromlott az évek alatt. De mára már csak emlék, hogy valaha így festett a belvároshoz közeli csónakázótó és környéke. Az utóbbi időben egymást érték a fejlesztések a városrészben, ami már egy teljesen más képet mutat. Mondjuk ki, hogy ez egy nagyon elhanyagolt terület volt, bár nagyon szép múltja volt, hiszen a csónakázótóhoz nagyon sok szép emberi történet kapcsolódik, itt a Vidán Parkhoz azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mosoly kapcsolódik, de hát ezek a területek elhanyagoltak voltak, a tavat nem lehetett érdemben használni, a liget sor állapota az alatta lévő közművekkel együtt nagyon rossz minőségű volt, azt gondolom, hogy a strandra is rá fért a felújítás, és az atlétikai centrum vonatkozásában pedig egy kis csoda jött létre, mint jól illusztrál, hogy pár nappal ezelőtt éppen a Gyula István memoriálon láthattuk vendégül a világ legjobb atlétáit, olimpiai világbajnokokat, és egyébként pedig a kettő között itt van egy szálloda, ami magánberuházásból valósult meg, de közben egyébként a Kosárlabda Szövetséggel is van kapcsolata, ezáltal egyébként a felkészülés a női, férfi, különböző korosztályos válogatottaknak itt történt meg, vagy itt történik meg, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon-nagyon szép dolog. Nagyon sok rendezvényre kerül sor ezen a környékén, és igazi közösségi terek alakultak ki, amik összehozzák az embereket, és azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hogy olyan tereket szerettük volna ide varázsolni, ahova az emberek jönnek, elhozzák a gyermeket, az unokát, leülnek, beszélgetnek, a gyermekek játszanak, közben jól érzik magukat, és sok-sok élménnyel mennek haza az év különböző részében, különösen pedig azt gondolom itt a nyári időszakban, hiszen például az is egy nagyon jó dolog, hogy a csónakázótónál emelni kellett a hajók számát, új stéget kell kialakítani, mert akkora igény mutatkozott be, de hát nem is csoda, hiszen itt vagyunk szinte a város közepén, vagy legalábbis nagyon-nagyon közel a belvároshoz, és mégis ennyiféle programot lehetőségként kínáló városrészt sikerült kialakítani. A kisvonat is a régi útvonalon járhat. A turisták már láthatják a megújult csónakázó tavat is, elkészült a ligetsor, most már teljes hosszában járható. Nagyon rossz közmű állapotok voltak, ezt teljesen tudtuk cserélni, ez több évtizedeken keresztül ehhez nem kell majd hozzányúlni, és hát mondom, kapott egy nagyon modern, jó burkolatot, egy nagyon szép körforgalommal, egy folyamatos parkolás biztosító lehetőséggel, és hát egy nagyon-nagyon fontos fejlesztéssel a kerékpársáv közlekedésével, a kerékpársáv kialakításával a kerékpáros közlekedést is növelni tudjuk. Viszont, hogy ez gördülékenyen működjön, az autósoknak be kell tartani a szabályokat. A balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy az autósok tekintettel legyenek a biciklisekre, de ez persze fordítva is igaz. A liget soron a Koronás Park felől és a tó felőli oldalon ott párhuzamosan kell parkolni, tehát a kiépített autó, parkolóhelyek azok párhuzamos parkolást szolgálják. Van egy biztonsági sáv és úgy egy kerékpársáv. A biztonsági sávot azért kell szabadon hagyni, mert az ajtónyitás helyét szolgálja, hogy ne a kerékpárosokat lökjük fel. A másik oldalon a Garzonház előtt ferde beállású parkolók lettek kijelölve, ott viszont tolatva kell beállni ezekbe a parkolókba, pontosan azért, hogy a kerékpársávon közlekedőket induláskor az autós tudja észlelni. Visszakanyarodva a fejlesztéshez, a közel 500 milliárd forintos Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházással lezárult a városrész rehabilitációja. Ma hivatalosan is átadjuk a ligetsori beruházást, ez egy közel 495 millió forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztést jelent. Szerencsére azonban az emberek ezt most már több napja birtokba vehették és használják, és nekem a visszajelzéseim azok, hogy meg is szerették. Alapvetően igazán ennek a városrész rehabilitációnak az utolsó, és nyilván a közlekedést és az itt élők parkolását segítő beruházás részről beszélünk. Ugye egy tudatos terv volt annak idején, hogy akkor egy hát bizony nagyon elhanyagolt területet több lépcsőbe, több funkcióval, de újítsunk meg, rehabilitáljunk, és valami teljesen más környezetet varázsoljunk ide.
Én úgy gondolom, hogy ez mára sikerült, hiszen ha elindulunk, akkor ugye pár nappal ezelőtt a megújult strandot átadhattuk városi forrásból, ha jövünk errefele, akkor a Mésző utca megújult városi forrásból, ott a rendelőintézet is megújult, hamarosan a lift is oda kerül, hogyha jövünk errefele, a Koronás Park évekkel ezelőtt elkészült Európai Uniós forrásból, a Ligetsort most adjuk át Európai Uniós forrásból, kerékpársávokkal, széles, jó minőségű járdakapacitással, parkolók kiépítésével, felhívnám a figyelmet, hogy párhuzamos parkolás van a Koronás Park oldalán, és ha megyünk tovább, akkor itt a csónakázótó, amihez közvetlenül kormányzati forrást kaptunk, és az atlétikai centrum, amelyik pedig részben kormányzati, részben városi forrásból valósult meg. Tehát ez több milliárd forint összességében, és több éves munka, de én úgy gondolom, hogy akik ezt a területet használják, vagy azért, mert itt élnek, vagy azért, mert ide járnak az iskolához, az óvodához, adott esetben ide járnak az atlétika centrumba, vagy éppen a strandra, vagy a Koronás Parkba, azok nagyon-nagyon szeretik már ezt a területet, és azon, hogy ma Fehérvár egyik legrendezettebb területévé tudtuk fejleszteni itt Székesfehérvárnak ezen városrészét. A terület önkormányzati képviselője örömét fejezte ki a beruházás kapcsán, hiszen nem csak az út burkolat újult meg, hanem kicserélték a régi közműveket, parkolókat és bicikliutat alakítottak ki, és egy új körforgalom is megkönnyíti a közlekedést ezen túl. Szigli István arról is beszélt, hogy a fejlesztések nem állnak le a városrészben. A Szedreskerten befejeződött minden olyan építkezés, amire azt mondhatjuk, hogy 10-15 évig talán nem kell sok mindenhez hozzányúlni. És olyan létesítmények épültek, ami nem csak a városlakóknak, hanem a lakótelepen élőknek is kedvez, hisz jöhetnek sétálni a csónakázó környékére, kerékpárral elérhetik a belvárost, vagy épp a környező településeket. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy nyugalmas, rendezett viszony alakult ki a Szedreskerten. Sokat vártak rá. Elhangzott a tájékoztatóban, hogy több mint 10 évvel ezelőtt hát itt egy gyumbúj volt, tehát nyoma se volt semminek, és lassan fölépült egy kis városrész, ami a városé természetesen, de a városé lakói nagyon várták, nem győzöm hangsúlyozni, mert nap mint nap figyelték az útépítéseket, vagy bármelyik beruházást. Nehéz volt így beruházás bármelyik részét lebonyolítani, hogy a nézőközönség az ablakból figyelte, hogy mi történik. Voltak is sokszor megjegyzések, természetesen szakértői hozzászólások, amit azért a kivitelezők megoldottak. Számíthatunk-e akkor a városrészben még valamilyen beruházásra, vagy ezzel most egy időre lezárultak a fejlesztések? A városrészben van egy elképzelés, ami már tervező asztalon talán már túl van, engedélyezési folyamata van a dolognak. Szorosan összefügg a kampusz építkezésével. Ugye a Ligetsor másik felén lesz ez a, tehát a Rózsaliget másik felén. És a Bregyó közből kivezető út, ami elég kacskaringós, még kiérünk a Palotai útra, annak lesz egy meghosszabbított változata a tervek szerint, és egy gyönyörű új csomópont egyenesen kivisz bennünket majd a Palotai útra. Ez az egyik rész, ami város egészét érintheti, ugyanakkor nem épült meg, vagy nem került felújításra a Ligetsori iskolával szemben lévő parkoló, az abból, az okból, hogy bővítjük. Tehát van ott ugyan egy zöld felület, de egyetlen egy fához nem fogunk hozzányúlni, és kibővítjük a parkolót a jövő esztendőbe, illetve a Ligetsori ABC környékét is rendbe fogjuk tenni még az idei évbe. Tehát úgy fogalmazhatnék, hogy a Ligetsor északi végében lesznek még komoly fejlesztések, azzal fejeződik talán be az egész, de most se legyünk elégedetlenek, mert ez is egy nagy dolog, ami történt. Nem csak a városrészben, a városban is folytatódnak a fejlesztések.
A középiskolai kampusz az ugye ott kezdődik el, mint beruházás, ott ugye elindítottuk a kivitelezésről szóló közbeszerzési eljárást, és hát útfejlesztés is bőven van és lesz. Szerintem azért ezt az autósok, gyalogosok tapasztalják, hiszen a Széchenyi úton a fejlesztés az zajlik, megkezdődött a Zombori úton, most át fogjuk adni a Berény utat, a területet, Berény út 2-3-as üteme is meg fog valósulni, a Kégli-György utcában is felújítás zajlik, tehát a város különböző pontjain kezdődtek, vagy vannak már folyamatban útépítések. Itt a Ligetsor vonatkozásában is szeretném megköszönni mindenkinek a türelmet és a megértést, az itt élőknek, az utat használóknak is, az iskolába, óvodába érkezőknek is, de egyúttal ez reményt mutat mindenkinek, ahol most kezdődtek útfelújítások, hogy azok be is fognak fejeződni egyszer, és utána tényleg nagyon szép megújult burkolaton lehet majd közlekedni nagyon biztonságos körülmények között. Hasonló koncepcióval készülnek egyébként azok az utak is, mint ez elkészült, tehát a bicikli út, a parkolók hasonlóképpen lesznek kialakítva? Igen, a koncepció az, hogy a nagy útfejlesztéseknél a közműhálózatot, ahol arra szükség van, cserélni tudjuk, pont azért, hogy hosszú évtizedeken keresztül a közműhöz legalább ne kelljen hozzá nyúlni, nyilván az útburkolathoz kell, de legalább ne kelljen alatta is munkát végezni, hiszen több hónap az maga a közműcsere volt. Egyúttal pedig, hogy a modern nagy teherbírású burkolatok mellett, ahol arra hely van, ott a kerékpársávokkal kialakításával a biztonságos kerékpáros közlekedést is számarányát tekintve is növelni tudjuk. Mondjuk ki, hogyha az alternatív közlekedési módokat nem fejlesztjük, akkor egyszer bele fogunk fulladni a saját autóinkba, túl azokon a negatív klímaváltozásokon, amiket azért érezhetünk akár ennek a tavasznak, a nyárnak a folyamán is, tehát muszáj, hogy akár a közösségi közlekedést, akár a gyalogos kerékpáros közlekedést fejlesszük, ehhez viszont biztonságos utakra, közlekedési lehetőségekre van szükség. Azt gondolom, hogy itt most a Ligetsor ennek egy nagyon szép példája. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!